Postmodem. A digitális világ érdekes. Újabb távol-keleti helyszínünk Szingapúr, ahova régi jó ismerősünk Fazekas Barbara néhány hónappal ezelőtt kiutazott. Egyébként a párjával ment egy vállalkozást alapítani, és megígérte nekünk, hogy majd időnként bejelentkezik itt a műsorban. Az első bejelentkezése fog most következni Szingapúrból, amiről ugye pontosan tudjuk, hogy egy városállam távol-keleten. Úgyhogy én kíváncsi voltam, hogy ott az okosváros programok mennyire jelentősek, mennyire fontosak. Az okos város program kifejezést boncolgatnám talán egy kicsit, mert hogy biztosan van Szingapúr városnak, vagy Szingapúr államnak ilyen programja. Én inkább arról tudok beszámolni, hogy megérkezni ide állampolgárként, vagy ideiglenes állampolgárként, az milyen érzés. És rengeteg olyan dolog van, amiben bele lehet szeretni, mert nagyon megkönnyíti az életet. Például készítettem nektek egy felvételt arról, hogy hogyan lehet jegyet venni a helyi tömegközlekedésre. Engem egészen ámulatba ejt a folyamat, mert tényleg csak is kettőször kell odaérinteni a kártyádat, majd a bankkártyádat, és már mehetsz is utazni. A felvételen látszanak a részletek, szerintem fantasztikus, ahogy megoldották az egészet. Ez nyilván egy központilag koordinált intézkedés, de rengeteg olyan nem az állam által koordinált dolog van, ami megkönnyít egy állampolgár életét. Például itt még szabad operálnia az Uber versenytársának, a Grabnek. Nem tudom, ez ismerőse neked például, Árpi? Én nem ismerem a Grabet, nem. De hasonlóképpen működik, mint az Uber? Ugyanaz, mint az Uber, olyannyira, hogy elvileg ugyanaz a befektetőcsoport áll mögöttük, és felosztották a piacot mindenhol a világon, tehát ahol van Uber, ott nincsen Grab, azért, hogy ne kannibalizálják egymás potenciális bevőit. Szóval itt van Grab, ami azt jelenti, hogy ilyen teljesen megengedhető áron lehet a városban bárhová utazni, és ez egy dolog, mert ezt ismerjük a Budapestről is, mert ugye egy ideig ott is utazhatunk Uberrel, de lehet rendelni ételt a Grab-en keresztül, lehet rendelni robogós transportot, és lehet rendelni például masszőt. Szóval ülsz otthon, nyomkod be az appot, és lényegében bármit a világon meg tudsz rendelni oda, ahol vagy, és elvileg hamarosan jön ugye Szingapúrba is a Gojek, és végre lesz egy versenytársa a Grabnek. Ez elvileg ilyen központi utasítás, mert a versenyhivatal annyira nem örül annak, hogy ezt a sharing card platformot egyetlen egy szolgáltató uralja. Tehát azt akarod ezzel röviden összefoglalva mondani, hogy a Szingapúrban a hétköznapi élet az ilyen értelemben gyorsabb és egyszerűbb, mint mondjuk Európának itt a keleti felében? Nem szeretem, amikor valaki ezt üzeni, de azt hiszem, hogy egy picit ez a helyzet. Mondok még egy példát, van egy közösségi bicikli szolgáltató, ami kicsit ugyanaz, mint a Bubi, csak sokkal egyszerűbb. Mitől tud sokkal egyszerűbb lenni? Használod is egyébként? Rendszeresen. Egyrészt, mert nagyon könnyű magával az alkalmazással kinyitni a kerékpárt, tehát nem kell egy ilyen bonyolult regisztrációs folyamaton keresztül mennem, és már nem megy ott az egész a kedvem, hogy hogyan szerzem meg azt a kártyát, amivel majd közlekedni tudok. Nagyon egyszerű kinyitni, tehát oda megyek, egy QR kódot kell leolvasni a bringán, és már azzal tudom nyitni, és aztán azonnal használhatom. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nem meghatározott blokkokból lehet elhozni a kerékpárt, hanem mindenhol szét vannak szórva a városban. Tehát itt sétálsz az utcán, ez egy ilyen sárga kerékpár, és fel tudod venni, és azonnal tudod használni, és aztán bárhol ott tudod hagyni. És aztán pedig egy térkép alapján tudod megtalálni a hozzád közeleső bringákat, ha tovább kell menned, és mindez mondjuk óránként $2. Itt van az egyik barátunk, akivel szerettünk volna kimenni az óceánpartra. A Grab szolgáltatásban már azt a címet adtuk meg, ahol láttuk a térkép alapján, hogy sok ilyen közösségi bringa van a parton. Kimentünk Grabbel a partra, ott felvettünk 3 bringát, bringáztunk, ameddig jól esett, ott hagytuk a biciklit, hívtunk egy Grabet, és hazamentünk. Szóval, hogy ezek a nem állam által koordinált valahol okosváros szolgáltatások, ezek elképesztően meg tudják könnyíteni a hétköznapi életet, mert ennek az alternatívája az lehetett volna, hogy
kinézzük az interneten, hogy hol lehet biciklit bérelni, ami valószínűleg tízszer ennyibe került volna, hívtuk volna a telefonon egy taxit, megvártuk volna, oda mentünk volna, a biciklivel mennünk kellett volna egy kört, hiszen ugyanoda kellett volna visszamenni, amikor újra taxit hívni, és a többi, és a többi. Szóval egyrészt könnyebb, másrészt sokkal olcsóbb. Tehát az, hogy mennyivel sokkal olcsóbb itt közlekedni, mint Budapesten, az egyébként hihetetlen.